5 évvel ezelőtt, vagy talán egy picit már több, 2011-ben gondolkoztunk, és jól döntöttünk, hogy 2012 legyen a Betlen év. Ezen Betlen év rendezvényei között szerepelt az első bál, gróf Betlen István miniszterelnökünket tiszteljük ezzel, és tudnunk kell azt, hogy ő 10 éven keresztül 1911 és 21 között volt Magyarország miniszterelnöke. Különösen értékes, ha egy bál, mint a jelenleg is, túllép, túlmutat önmagán, és azon túl, hogy nyújt szép és kellemes estét a jelenlévőknek, nyújt segítséget másoknak, akik valamiben ínséget szenvednek. Betlen István, aki kötődött a városhoz, az maradjon tovább is ebben a kapocsban, ebben a kötődésben. Próbáljuk példaként állítani őt, az ő munkásságát, hisz a 20-as években egy megalázott országot emelt ki abból a helyzetben, amit a Trianon utáni békediktátum ránk erőszakolt, és példát mutat abban, hogy nincs az a nehéz helyzet, nincs az a komoly probléma, amit összefogással, célok meghatározásával és nagyon-nagyon kemény munkával ne lehetne megoldani. Ez az év Gróf Betlen István miniszterelnökre visszatérve is fontos, mert hiszen 95 éve, hogy az első Betlen kormány megalakult. De számunkra fontosabb dátum jelen pillanatban ez az 5. báli évforduló. Tudod, ez azt mutatja, amiről államtitkár úr beszél, hogy amilyen hihetetlenül nehéz volt akkor az időszak, a megcsonkított, ezer vérből, ezer sebből vérző Magyarországon volt kiút. És anélkül, hogy a történelmi párhuzamokat túlságosan erőltetném, ezzel mindig vigyázunk el. Minden túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy a mai korszakban nagyon-nagyon sok párhuzamot lát. Amikor még egyszer megköszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek és együtt lehetünk, együtt ünnepelhetünk itt a mai estén, emelem poharam Nagy Kanizsa szép jövőjére, mindannyiuk egészségére, Isten áldja önöket, és kívánom, hogy jövőre újra ugyanitt találkozzunk. Kedves egészségünkre, szép estét! I'll state my case, of which I'm certain.